Szóval, még sokan nem tudnak róla szerintem, de ugye edzőváltás történt a női felnőtt csapatban. Mi történt, kérlek mondd el, mennyire lesz hosszú távú, hogy te kerültél most a felnőtt csapat kispadjára? Igen, edzőváltás történt, meg pedig azért, mert a vezetés úgy döntött, hogy ezt a hátralevő 4 mérkőzést ugye már nem az előző edzővel, a Sanyival gondolták, mégpedig azért, mert az elmúlt tavasszal ugye egy győzelmük volt, tehát egy győzelme volt a csapatnak, és ezért úgy döntöttek, hogy akkor inkább megpróbálják egy kicsit, ugye mivel egy egész csapatot nem lehet elküldeni, ezért inkább úgy gondolták, hogy akkor az edzőtől válnak meg. Hát, hogyha egy kis vérfrissítés lehet ez a csapat számára. Úgy tűnik, bejött a vérfrissítés. Jól kezdtétek az első fél időt, tulajdonképpen kevés gólon tartottátok a 17. kerület, ami egyébként eddig az őszi képet nézve nem lett volna olyan nagy teljesítmény, de azért mégis Lukács Rékával és Lukács Vikivel felerősödtek, de most nem tudtak itt érvényesülni. Készültetek erre? Igen, mi készültünk a mérkőzésre. A héten 3 edzést tartottam, ebből ketten volt egy 40 perces kondi edzés, majd 2 termi edzés következett, és a 2 termi edzéssel megpróbáltam a játékosokat úgy összehozni, hogy felkészítettük egy nyitott védekezésre. Megpróbáltuk ezt a középső területet megszűrni, hogy a VK-nak ne legyenek a lövő lehetőségei, és én úgy gondoltam, hogy ez az én helyek közel bejött. Főleg úgy, hogy azért ő ott van elől, hogy a harmadik helyen a góllövő listán, és azért minket, én azt gondolom, hogy nem tudott annyira megszólni. Én magam is arra számítottam, sokan, az ellenfél is arra számított, hogy ki fogjátok venni a Rékát emberfogással. Szándékosan nem vettétek ki? Szándékosan nem vettem ki, mert én inkább a területet próbáltam tartani, tehát én inkább a Rékát arra összpontosítottam, hogy a Rékát próbáljuk meg távol tartani a kaputól, ne legyen lövő lehetősége, és ezekben az induló cselekben, irányváltoztatásokban, ezekben aztán idővel vele fáradt. Tehát látszódott az, hogy teljesen elfáradt, felőrölte az erejét ugye a Niki, aki nagyon-nagyon jól védekezett zavaróba, és ugye ők sokan nem tudják, hogy a NB1-be játszott, és NB1-be is zavarót védekezett, tehát ez így most nagyon a hasznunkra vált. Az a hátrány, ami eddig látható volt a felnőtteknél, a második fél időt megint csak egy kicsit rosszul kezdtétek, de sikerült belőle fölállni. Miért van ez, hogy tulajdonképpen még alszanak a lányok, amikor kijönnek a második fél időre? Én azt gondolom, hogy egy kicsit leülepettek, egy kicsit elfáradtak, főleg fizikálisan, és voltak, akik agyban is, tehát voltak, akik fejben látszott, hogy már nem úgy pörgünk az első fél időben. És hát egy kicsit, én úgy döntöttem, hogy nem bontom meg ezt a csapategységet, hanem megpróbálom őket egy kicsit hajtani, és aztán ugye eltelt egy 8-10 perc, és aztán utána megint ugyanúgy játszottunk, mint az első fél időben. De hát sajnos ez az, hogy erőnlétileg is fizikálisan sajnos még vannak hátrányaink. Ugye a mérkőzést úgy fejeztétek be, hogy tulajdonképpen majdnem az összes játékos junior volt, szintit kivéve beállóban. Ez is a cél most az elkövetkezendő időkben? Próbáljátok minél többet játszatni a juniorokat? Igen, én azt gondolom, hogy ezek a junior játékosok tényleg mindent megtesznek. Minden edzésen ott vannak, fejlődni akarnak, és akarják a győzelmet, és szeretik a kihívásokat. Tehát én azt gondolom, hogy igenis egyre több junior játékosnak helye lesz ebben a csapatban. Tehát a jövőre nézve körülbelül mennyi időt vett igénybe, mert ugye ebben a bajnokságban már nagyon nem tudtok mit csinálni, viszont jövőre vagy azután mikorra érhet be úgy a vecsési női felnőtt kézilabda, hogy ebből előrébb is lehet lépni? Hát ez minden az edzés látogatottság kérdése. Tehát hogyha a játékosok vállalják azt a 2-3 edzésen, de főleg 3 edzésen részt tudnak venni, akkor azt gondolom, hogy fizikálisan is oda tudnak érni egy NB2-be. Amennyiben nem, úgy nagyon-nagyon nehéz lesz, és akkor viszont csak a juniorokra tudunk alapozni, akik ugye heti 4 edzéseket csinálnak végig, és azért meglátszik rajtuk, hogy elég jó fizikális állapotban vannak. Gratulálok ehhez a mérkőzéshez, mert azért szerintem ez egy presztízs mérkőzés volt, és ebből ti jöttetek ki jól. Igen, köszönöm.